Nemrégiben Fadra érkezett a Paksi FC első osztályú labdarúgó csapata, akik egy barátságos mérkőzésen mérték össze erejüket a helyi klubban. A meccsen természetesen a cél nem az eredmény, hanem a szórakoztatás és a futball népszerűsítése volt. Bár a megyei másodosztályú gárda már a pihenő időszakát tölti, az utolsó 2-3 edzést mégis felkészüléssel töltötték. Most ugye már végezett a bajnokságnak olyan 3 hete, azóta 2 hetet vagy másfél hetet elkezdtünk itt csak játszogatni, összejártunk, hogy megmaradjon a figyelem. Most az utolsó 3 edzést szenteltük annak, hogy készüljünk, hogy azért mégis játékban legyünk. Próbáltunk mindenkit összehozni, ami nagyon jól is sikerült. A várakozásra ellentétesen a csapatnak a 90%-a itt tudott lenni, és edzettünk, úgymond már ilyen pihenő időszakban, ahol a megyében már a játékosok úgymond a pihenőiget töltik, úgyhogy mindenképp pozitív volt a felkészülés. A mérkőzés nagyon jó iramú volt, azért az látszott, hogy más tempóba közlekednek az NBA-s játékosok, valamint az NBA-3-asok, mint mi. A mérkőzésnek a célja ugye az volt szerintem, hogy ugye népszerűsítsük itt a községünkben egy kicsit a focit jobban. Úgy érzem, hogy ennek is megvolt az értelme, nagyon sok néző volt, sok fiatal. A játékosainknak is egy plusz dolog volt, hogy játszottak ilyen játékosok ellen. Úgymond egy ilyen kis jutalom volt a szezon végére. A bajnokságot ugye a 4. helyen zártuk, és az utolsó fordulóban buktuk el a dobogót, de a csapat egyben marad, nem távozik senki, igazoltunk egyelőre 2 új játékost, és készülünk az új szezonra. Most egy hosszabb, egy hónapos pihenője lesz a fiúknak. Fadon, hál' Isten, a megye többi csapatához képest is kicsit jobban állunk, minden korosztályban meg vagyunk, minden korosztályban rengeteg gyermekünk van, rengeteg a gyerek. Hála Isten, hogy akik itt Fadon vannak, gyerekek, azok mind szeretik a focit, és kin is vannak, és rengeteget fociznak. Úgyhogy ez igazándiból csak egy kis plusz motiváció nekik is, hogy találkozzanak olyan játékosokkal, akiket hétvégén a tévében néznek. Amatőr csapat vagyunk, a felnőtt csapatunk megye 2-ben van, több mint 100 utánpótlás korú játékosunk van, vagy 10 csapatunk, úgyhogy utánpótlásokon nincs baj, sokan futballoznak nálunk, úgyhogy bár évről évre az is igaz, hogy egyre fogy a gyermek létszám, de ettől függetlenül itt még azt gondolom, hogy a környékbeli falusi csapatokhoz képest még egész jól nálunk. A mérkőzés Bordács József polgármester ötlete volt, aki jelenleg is a Paksi Sport Egyesület és Futballklub elnökségi tagja. Így kézenfekvő volt számomra, hogy először az elnökséggel megbeszélve, aztán a ügyvezetőkkel megbeszélve próbáltunk egy időpontot keresni, ami beilleszthető a Paksi futballcsapat felkészülésébe, és hát ennek lett ez az eredménye. Nagyon örülünk neki, hogy eljöttek az MB1-es csapatot, vendégül láthattuk, az egész stáb itt van egyébként, tehát külön öröm számomra, hogy megtiszteltek bennünket ezzel, úgyhogy így indult ez az egész, és én azt gondolom, hogy mivel Faddon is nagyon sok szurkolója van a Paksi futballcsapatnak, ez itt a településen élők is pozitívan fogadták ezt a meghívást. A település vezetője hozzátette, hogy szeretnének hagyományt teremteni a programból. Én tervezek, én a Paksi Sportegyesület elnökségével is arról beszélgettem, hogy szeretnék ebből egy viszonylagos hagyományt csinálni, és ha lesz lehetőség, akkor akár évente, de minimum 2 évente biztos, hogy szeretnénk őket meghívni egy hasonló közös jó hangulatú kis edzőmérkőzés megtartására, ami után természetesen majd lesz, szeretnénk egy kis vendéglátást is itt a Paksi Egyesület és a vezetők részére. Úgyhogy remélem, hogy ez a kapcsolat ez majd még minél szorosabbá válik. Úgyhogy nagyon nagy öröm, hogy eljöttek, nagyon nagy öröm, hogy itt vannak, és azt gondolom, hogy egy igazi jó labdarúgó idő is van, hiszen egy kicsit megenyhült az időjárás, úgyhogy abszolút alkalmas arra, hogy egy jó kis szombat délőtti labdarúgó meccset lássunk. 2021-ben egyébként a Fradi öregfiúk, 19-ben a magyar színész válogatott is járt már a Tolna vármegyei nagyközségben.